Budapestért és Kárpátaljáért tüntetünk, no meg szót emelünk Ukrajna feltétel nélküli uniós csatlakozásának kormányzati támogatásával szemben. Forra világ, bús tengerek, ó magyar! Áldáz Erinnis lelke uralkodik, s a föld lakóit vérbe mártott, tőre dühös viadalra készti. Igen, így vagyunk ezzel most is. Erinnis, az átok, a büntetés és a bosszú istennője így gyakorolja romboló munkáját a szomszédunkban. És ha nem vigyázunk, könnyen mi is áldozatává válhatunk ennek a rontásnak. Fogjunk hát inkább össze a jóért. Isten kérve, hogy megadja mindazt, amivel segíteni tudunk másokon, szolgálni tudunk másokért, elsősorban népünkért, hazánkért, ahova Isten rendelt bennünket, azért, hogy szeretettel őt szolgáljuk. Ne vigyék külföldre! A külföldieket vigyék el tőlünk! Tisztelt hölgyek és urak! 1999-ben szerveztem első komolyabb tüntetésemet, akkor még a Miép Ifjúsági Tagozat elnökeként éppen ide, a külügyminisztérium elé, akkor a Délvidék védelmében. Hiszen 1999. márciusában, alig hogy beléptünk a NATO-ba, két hét sem telt el, és már is háborúba keveredtünk egy szomszédos országunkkal, épp a NATO miatt. Magyarországról szálltak fel a repülők bombázni, többek között délvidéki célpontokat is. És akkor azért is tüntettünk itt, mert volt egy párt akkor az országgyűlésben, amely felmerte vetni, hogyha ENSZ felügyelet alatt népszavazásra kerülne sor, akkor hadd döntsenek az önrendelkezésükről, hovatartozásukról a délvidékiek. Most hasonló kicsit a helyzet. Akkor, amikor ezt a tüntetést tartottuk, és amelyen itt volt már akkor is Torockai László, akkor volt egy olyan erő a Magyar Országgyűlésben, a Miép által, aminek meg kellene jelennie a nemzeti radikalizmusnak a következő ciklusban is. Hiszen Zelenszky ukrán elnök is ENSZ békemissziót kért Ukrajnában, és egyelőre csak a Mi Hazánk mozgalom merte felvetni, hogy amennyiben ukrán és orosz egyetértéssel az ENSZ békés úton rendezné, ahogy azt hogy sokan szeretnénk Ukrajna jövőbeni helyzetét, akkor fontos az ENSZ figyelmét felhívni az 1991-es népszavazásra, amely döntött Kárpátalja önrendelkezéséről, egyfajta széleskörű autonómiáról, de amelyet a kijevi vezetés mindezidáig törvénytelenül figyelmen kívül hagyott. Ennek érdekében a kárpátaljai népszavazásra emlékeztető dokumentációt juttatott el az ENSZ-hez személyesen Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom miniszterelnök jelöltje, aki itt volt, itt tüntetett velünk már 1999-ben a Délvidékért is, és itt van velünk most is, következzen hát miniszterelnök jelöltünk, Torockai László. Tisztelt magyar honfitársaim! Nem könnyű eligazodnunk az ukrajnai háborús eseményekkel kapcsolatban, hogyha kizárólag a hírekből próbálunk tájékozódni. Hiszen ahogy az lenni szokott, különösképpen a háborúk idején megindultak a dezinformációk. Az elmúlt napokban sokféle hírt hallhattunk az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Hallottuk például azt, hogy óriási hőstettet hajtottak végre a Fekete-tengeri Kígyó-sziget ukrán védői, hiszen feláldozták az életüket, nem hagyták határőrként, hogy az orosz sereg elfoglalja a Kígyó-szigetet, Románia
határai mellett, sőt, bulgárisan még üzentek is az orosz, a nagy orosz hadseregnek ezek a hős ukrán védők, amire aztán lebombázták őket, szőnyegbombázást kaptak, és mindannyian ott haltak meg. Meggyászolta őket az egész világ. A média óriási erővel rögtön belőlük is hőst csinált, és még mielőtt elkezdték volna elnevezni róluk a tereket, köztereket, utcákat, emlékművet kaptak volna, kiderült, hogy mindannyian élnek. Aztán jött néhány nap, megint eltelt egy kis idő, és Volodymyr Zelenszky, Ukrajna elnöke, megtörten számolt be a világ sajtó előtt arról a tragédiáról, ami Kijevet érte. Egy óriási orosz bomba találat az eddigi talán legsúlyosabb kárt okozta Kijevnek és Ukrajnának, megsemmisítette a holokauszt emlékművet. Meggyászolta a világ a holokauszt emlékművet, mindenki azonnal rosszallását fejezte ki, és elmondták, hogy ez most már tényleg mindennek a teteje. Aztán megint eltelt egy-két nap, és kiderült, hogy a holokauszt emlékműnek semmi baja. Aztán utána megint csak jöttek a hírek, például azt, hogy Ukrajna keleti részén hős, bátor cigányok elloptak egy orosz tankot. Mi ugyan egészen más tapasztaltunk az ukrán határon, az ukrán-magyar határon, én magam is, aki Beregsurányba siettem, és ott tájékozottam a helyszínen, és bizony azt hallottam, hogy rögtön a háború első napján megjelentek a háború vámszedői, a dökkesejük, azok a bűnözők, jelentős részben egyébként cigány származású bűnözők, akik onnan a határól, Beregsurány mellől ide, kárpát-aljai magyar menekülteket 150 ezer forintért, fejenként 150 ezer forintért fuvaroztak. A világ sajtó mégsem erről szól, még csak a hazai hírek sem erről beszélnek, hanem arról, hogy a hős ukrajnai cigányok elloptak egy orosz tankot. Aztán egy ukrajnai cigány egy tankkal a háta mögött elmesélte, hogy ez a hír sem volt igaz. Hát hogyha ez a három hír az elmúlt napokból nem lett volna elég, én azt gondolom, hogy akkor is, főleg akik itt jelen vannak, a gondolkodó magyarok pontosan tudják, hogy nem szabad azt elhinni az ukrajnai háborúval kapcsolatban, amit a fősodatú médiából hallunk. Egészen biztos, hogy az orosz média is ferdít, és egészen biztos, hogy az a globalista, vagy nevezzük nyugati gyökerű médiának, amely Magyarországot is uralja, az is egészen biztosan ferdíti az igazságot, az sem mondja el, hogy mi is zajlik valójában Ukrajnában. Nézzünk ezért egy picit a színfalak mögé, hiszen mi gondolkodó magyarok mégiscsak tudnunk kell, hogy mi a valóság és mi az igazság. Vissza kell mennünk egészen a probléma gyökeréig, a Szovjetunió széteséséig, a 90-es évek elejéig, 1991-ig. 1991-ben senki sem gondolta komolyan, még maga mondjuk a Klicskós család sem Ukrajnában, hogy majd Ukrajna úgy fog kinézni, ahogy jelenleg kinéz. 1991-ben ez egy igencsak képlékeny kérdés volt, hiszen a mai Ukrajna területét a 20. században különböző ajándékokból vagy adományokból úgy rakták össze. Ukrajna jelentős része egykor Lengyelország része volt. Kárpátalja Magyarország, a Magyar Királyság része volt. A mai Ukrajna jelentős területein keleten pedig oroszok, oroszajkúak élnek, a Krím félszigeten pedig sohasem volt ukrán többség. És ez az Ukrajna 1991-ben úgy született meg, hogy népszavazáson döntöttek az emberek arról, hogy ki hova szeretne tartozni. 1991. december 1-én a kárpátaljaiak is döntöttek. Kárpátalja lakossága, tehát nem csak magyarok, hanem ruszinok, ukránok, oroszok, románok, szlovákok és minden ott élő nép túlnyomó többsége szinte egységesen döntött arról, hogy nem akarnak az akkor születendő Ukrajna integráns része lenni, hanem önrendelkezést, egyfajta széleskörű autonómiát szerettek volna.
ezt a legitim, törvényes népszavazást 1991 óta hagyja figyelmen kívül a kijevi kormányzat. És emiatt sem az ENSZ, sem az Európai Unió, és ami ennél sokkal nagyobb szégyen, a magyar kormányok sem emeltek szót, nem tiltakoztak, sőt azzal pecsételték meg ezt a jogtiprást és törvénytelenséget, hogy Antal József, Magyarország akkori miniszterelnöke, minden magyar érdeket elárulva, mindössze néhány nappal a törvényes népszavazást követően Kijevbe sietett, hogy tető alá hozzák és aláírják az ukrán-magyar alapszerződést, amelyben ő, legalábbis Antal József, a mi nevünkben, a gyermekeink, unokáink a jövő nevében örökre lemondott Kárpátaljáról. 1991 óta tehát törvénytelenség van Ukrajnában. Törvénytelenség van, mert nem hivatkozhat ma sem az ENSZ, sem a NATO, senki a világon arra, hogy Ukrajna törvényesen és legitim körülmények között a népek önrendelkezési jogára alapozva jött létre. Hiszen csak Kárpátalja bizonyíték arra, hogy ez nem így történt. Aztán a 90-es években, 1994-ben újabb megállapodások születtek, létrejött a budapesti memorandum, amely arról szólt, hogy tiszteletben tartják, legalábbis Oroszország részéről, szomszédos országok is a mai Ukrajna határait, de voltak ezért elvárásaik. Egészen 2014-ig ez a status quo kialakult, még akkor is, hogyha Ukrajna törvénytelenül és a 20. században ajándékba kapott területekből állt össze. 2014-ben azonban egy újabb, nagyon fontos esemény történt, amely legalább annyira gyökere a mai háborúnak, mint az előbb elmondott 1991-es törvénytelenség. 2014-ben a majdani forradalom Kijev belvárosában meglehetősen furcsa körülmények között robbant ki. Nem úgy robbant ki, mint 2006-ban a Gyurcsány kormány elleni felkelés, nem spontán módon, hanem kőkeményen, már akkor is a nagypolitika és különböző nemzetközi körök, szervezetek és az Egyesült Államok részvételével. Ez egy irányított felkelés volt 2014-ben. Egy olyan irányított felkelés, ahol a tömeg nem skandálta azt, amit mi skandáltunk 2006-ban. Amikor mi azt skandáltuk a Kossuth téren, hogy magyar rendőr velünk van. És azért nem történtek súlyosabb és véresebb események 2006-ban, mert az az őszinte, tiszta szándékú magyar tömeg, aki akkor kivonult az utcákra, nem akart magyar rendőrt ölni. 2014-ben nem ilyen volt a hangulat Kijevben. 2014-ben véres, vérgőzös események történtek az ukrán fővárosban. Tulajdonképpen puccsal így távolították el az akkori ukrán vezetést, az Oroszországgal baráti ukrán vezetést, amely vezetés egyébként, és maga Janukovics is, velejéig korrupt volt. Nem csak, hogy velejéig korrupt rendszer volt az orosz barát rendszer, de egészen vérlázító módon, még balkáni vagy akár posztszovjet mércével is felháborítóan korrupt volt az a rendszer. Ebből a szempontból bármilyen spontán és őszinte népi felkelés, tüntetés vagy akár forradalom legitim lehetett volna. Két ok miatt nem tartom legitimnek. Az egyik az előbb elmondott külföldi beavatkozás, hiszen a majdani eseményeket külföldről irányították. Másrészt pedig azért sem egy szép, egy őszinte és legitim történet, mert az azt követő, puccsal hatalomra kerülő NATO barát vagy Amerika barát új vezetés pontosan ugyanolyan korrupt rendszert hozott létre, mint a korábbi. És amikor megtörtént ez a puccs, akkor Vlagyimir Putyin és Oroszország lépett, elfoglalta a Krím félszigetet, ahol népszavazást tartottak, és a népszavazás az azon résztvevők többsége arról döntött, hogy Oroszországhoz akarnak tartozni.
Ezt a nagyvilág a mai napig nem ismerte el. Kérdem én, hogy alapvetően mi a különbség a között, ami 1999-ben történt, amikor a NATO megvárta, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, és Magyarország már akkor is a NATO-nak csak felvonulási területként kellett, hiszen abban a pillanatban, 1999. február 24-én, amikor Magyarország a NATO tagja lett, Magyarország területét felhasználva indultak meg a NATO légi csapások az akkori Kis-Jugoszlávia ellen. Már a NATO-hoz való csatlakozásunk pillanatában világossá tette a NATO azt, hogy Magyarország felvonulási területnek kell, arra kellünk, hogy innen indítsanak háborúkat, arra kellünk, hogy itt helyezzenek el fegyvereket, arra kellünk, hogy itt helyezzenek el rakétákat, vagy akár nukleáris fegyvereket. Ez már 1999-ben kiderült. Hiszen kitől védhetné meg a NATO Magyarországot? Magyarországot katonailag elsősorban szomszédos országok részéről érte fenyegetés az elmúlt évtizedekben. Amikor vezető román politikusok, sőt maga a román kormány tagjai fenyegették meg Magyarországot az elmúlt évtizedekben például azzal, hogy egészen a Tiszáig tolják ki Románia határát. De hát a NATO sohasem védené meg Magyarországot egy román támadástól, hiszen Románia is a NATO tagja. És nem csak 1999-ben, hanem jelenleg is tanúbizonságát adta a NATO annak, hogy Magyarországot mire akarja felhasználni. Magyarországot golyófogónak tekintik ebben az új háborúban is. Ugyanúgy, mint 1999-ben. Amikor csak a jó szerencse mentett meg minket attól, hogy a szárazföldi erők ne induljanak meg Magyarország területéről Szerbia irányában, aminek akkor nyilvánvalóan az lett volna a következménye, hogy a Zsejko, Raznatovics, Árkán féle szabadcsapatok magyarokat mészároltak volna le, magyar falvakat támadtak volna meg délvidéken. És az akkori magyar kormányt nem érdekelte a délvidéki magyarok sorsa. Pedig az akkori kormányt is Orbán kormánynak hívták. És most ott tartunk, hogy de facto 2014 óta ugyan a Krím-félsziget Oroszország része. Olyannyira Oroszország része, hogy a Kercsi szoroson keresztül az oroszok már rég megépítették azt a hidat, ami szárazföldi összeköttetést létesített Krím és Oroszország között. Ez a háború nem a Krím-félszigetről szól. Minden háborúhoz kell egy casus belli, ahogy az első világháborúhoz is kellett Gavrilo Princip és a szarajevói merénylet. De már az első világháború kapcsán is, főleg ma már, régóta tudjuk azt, hogy az első világháború nem erről szólt. Az első világháború az új világrendről szólt. Arról szólt, hogy hogyan osszák fel a nagyhatalmak a világot. Arról szólt, hogy hogyan osztják majd el egymás között a világ erőforrásait, a gyarmatokat, ki fogja uralni a világot. Ez a mostani háború, amelyben sajnos benne van akár a harmadik világháború lehetősége is, ez ugyanígy, szinte egyfajta párhuzamot képezve, megint hasonló célokért zajlik. És ebben, úgy mint ahogy Gavrilo Princip és Szarajevó, a Krím-félsziget, csak egy kázus belli. A cél ismételten egy új világrend. De ez nem egészen új világrend, hiszen ezt a világrendet ezt már évek óta hirdetik. És 2014-ben, ami történt Kijev belvárosában, az pontosan ugyanúgy a része volt az új világrend kialakításának, mint az, amit a koronavírus kapcsán az elmúlt kettő esztendőben tapasztalhattunk. Ezek mind-mind eszközök. A cél az ma már nem titok. Nem csak a világgazdasági fórum, nem csak az Amerikai Egyesült Államok beszélt már erről többször nyíltan, de mindaz, amit Ukrajnában látunk, mindez az esemény sor, ez nyilvánvalóvá tette azt, hogy nincs többet olyan, hogy pufferzóna, nincs olyan, hogy a NATO rakéták nem közelíthetik meg mondjuk az orosz főváros Moszkvát akár 500 kilométerre,
Ma már mindent ugyanaz a globális rendszer akar uralni, aki az egész koronavírus történetet a kezébe vette. Akkor látnunk kellett az első pillanatban, hogy a koronavírus és a vakcinák mögött gazdaságpolitikai célok állnak, amikor az oroszok vakcináját, a Sputnikot Oroszországban és az Oroszországgal baráti államokban az orvostudomány a legjobbnak minősítette, az Oroszországgal szemben álló országokban pedig az ugyanez az orvostudomány a legrosszabbnak minősítette, és még az engedélyt sem adták meg a Sputnik vakcinához. Mi következik ebből? Az következik ebből, hogy Putyin sem szent, hogy Oroszország sem szent. Különösképpen mi magyarok tudjuk, történelmi tapasztalataink mondatják velünk, hogy akár a cári Oroszország, akár a szovjet kommunista Oroszország mindig birodalmi taktikát követve veszélyt jelentett Közép-Európa szuverén nemzetállamaira, és veszélyt jelentett Magyarországra is. Ennek ellenére látnunk kell azt, hogy mi az igazság és mi a valóság, ami az ukrajnai háború mögött van. A helyzet az, hogy Oroszország is ki akarta venni a részét ebből a nagy üzletből. Ő is próbálta a Sputnik vakcinával a maga kis szeletét a nagy tortából kihasítani. De világossá tették számukra, és világossá tették Putyin számára, hogy Oroszországnak a vakcinájával és minden egyébbel együtt nem osztottak lapot. Ráadásul ebben a sötét történetben van még egy pozitív következmény az Amerikai Egyesült Államok számára, hiszen ez a háború azt a művet fogja befejezni, ami Európa, az egész világ, az egész glóbusz legfontosabb kontinensének a kivégzését irányozta. Ugyanis amit elkezdtek az első világháborúban, amiután Európa, az európai kontinens, az európai nemzetek rendkívüli módon meggyengültek, és amelyet folytattak a második világháborúval, az most fejeződik be. Hiszen ha a német tőke és az orosz nyersanyagok, a munkaerő, ez a hatalmas ország kapcsolódni tud egymáshoz, akkor az egész világon a legerősebb hatalom. Ha ezt meg tudják akadályozni, márpedig ez az ukrajnai háború, ez erről szól, ez meg fogja akadályozni, sőt már most a gazdasági háborúval ezt megakadályozza, akkor nyilvánvaló, hogy az, amiről a Mi Hazánk mozgalom már az alapító okirata óta beszél, az északi civilizációról, ami, ahogy mi megfogalmaztuk a Mi Hazánk mozgalom zászlóbontásakor, Kamcsatkától a kelta kultúrkörig terjed, aminek szívében mi magyarok vagyunk, akik ennek a civilizációnak a keleti és a nyugati örökségét is magunkban ötvözve őrizzük, ez az északi civilizáció, ez nem tud egyesülni. Ez nem tud mindennél erősebb lenni. Amerikánál, Kínánál, Afrikánál, bárkinél erősebb lenne. És ennek a szövetségnek, akár csak gazdasági, és még csak nem is beszélek politikai szövetségről, ennek a megtöréséről is szól az a háború, ami Ukrajnában zajlik. Az új, egypólusú világrend kialakítása a cél az egész ukrajnai háború mögött. És valóban rettenetes nézni, hogy tulajdonképpen két testvér nép, két keresztény, egymáshoz nagyon közel álló nép gyilkolja egymást idegen érdekekért. Olyan érdekekért, amelyek egyáltalán nem az ukrán népről szólnak. És közben természetesen zajlik az agymosás, zajlik a félretájékoztatás, nem mutatják be azokat a képsorokat, hogy mi történt 2014 óta Donbászban. Nem mutatják be, hogy hány civilt öltek meg az ukránok, az ukrán hadsereg a Donbászi vagy a Luhanszki régióban. Ezeket a képsorokat soha senki nem fogja látni, mint ahogy az sem, hogy egyébként Oroszország, az orosz hadsereg most minden körbezárt város esetében
próbál humanitárius folyosókat nyitni, ellentétben azzal, ami Donbászban történt az elmúlt 8 esztendő alatt. És ez a háború óriási tévedés, mert ez a háború, ez nem most kezdődött. Ez a háború már nagyon régóta zajlik. Ennek a háborúnak számos eszköze, számos formája van. És az eszközök között vannak egészen újak. Egy olyan újak, amelyek akár egy harmadik világháború előszelei is lehetnek. Új eszköz a drónok használata. De új eszköz az is, amikor mondjuk kutatóorvosok, mint dr. Letoha Tamás biofegyver bevetéséről beszél. Ez egy egészen új, ha úgy tetszik, különösképpen hibrid háború, ami jelenleg zajlik. És senki ne gondolja azt, hogy ez a háború, ez egy rövid villámháború. Egy több évtizede zajló folyamatnak a kicsúcsosodása, de nagyon messze nem a vége. A Mi Hazánk mozgalom fő feladatának tekinti, hogy felnyissa a magyarok szemét. Hogy a jól megszokott tényfeltáró munkánkkal, az igazság feltárásával elmagyarázzuk és bemutassuk a magyaroknak, hogy miről szól ez a háború. És legalább ennyire fontos célunk és üzenetünk az, hogy ebből a háborúból ki kell maradni. És nem csak azért kell Magyarországnak kimaradnia, mert az elmúlt évtizedek nemzetgyilkoló kormányai a honvédséget leépítették. Nem csak azért kell kimaradnunk, mert Magyarország nem önállátó. Nem áll olyan erős lábakon, mint akár Németország gazdasága, akár az amerikai gazdaság, vagy akár Oroszország, amely pont az embargó vagy a szankciók bevezetése óta alakította ki az egyre inkább önellátó saját gazdaságot. Nem csak ezért nem szabad Magyarországnak részt venni ebben a háborúban. Azért sem szabad részt vennünk ebben a háborúban, mert ez semmiféleképpen nem tisztességes célokért zajlik. Nekünk túl azon, hogy ki kell maradnunk a háborúból, és egyetlen egy magyar áldozatot sem szabadna, egyetlen egy vér áldozatot sem szabadna hozni ezért az ügyért, emellett Magyarországnak van még egy nagyon fontos üzenete. És mivel ezt sem a magyar kormány, sem a balliberális ellenzék nem tűzte zászlajára, ezzel egyértelművé téve, hogy ugyanazt a hazárulást el akarják követni, amit Antal Józsefék 1991-ben elkövettek, így aztán a Mi Hazánkra hárult az a feladat, hogy emlékeztesse az ENSZ-t arra, hogyha ukrán-orosz megegyezéssel az ENSZ égisze alatt fogják Ukrajna határait újra rajzolni, és Ukrajna jövőjéről dönteni, akkor vegyék figyelembe az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményét. Az pedig világossá teszi, hogy önrendelkezés kell Kárpátaljának. Ez lehet a magyar érdek, de csak ez a magyar érdek, amellett, hogy fel kell nyitnunk az emberek szemét, és nem csak a magyarokét, hanem a lengyel barátainkét, akik most már nem emlékeznek arra, hogy a II. Világháborúban közel 200 ezer lengyelt mészároltak le bestiális módon az ukrán szélsőségesek. Fel kell a saját szövetségeseink szemeit is nyitni, megint ránk, magyarokra hárul ez a feladat, hogy ne engedjék az európai népek, az európai nemzetek, hogy belerángassák őket egy olyan háborúba, amihez nekünk, az európai népeknek nincs közünk, és pont azért zajlik, hogy Európát végleg legyőzzék. Ezért küzdünk tehát tovább, ezért jöttünk ma itt össze. Nagyon köszönöm önöknek, nagyon köszönöm nektek, kedves magyar honfitársaim, kedves magyar bajtársaim, hogy eljöttetek, hogy felhívjuk a figyelmét a magyaroknak arra, hogy itt megint egy óriási átverés zajlik, és hogy felhívjuk a világ figyelmét arra, hogy van magyar érdek, de az csak Kárpátalja, és csak a kárpátaljai magyarok érdeke. Mi, akik oda mentünk, és folyamatosan ott voltunk az első pillanattól kezdve, az ukrán-magyar trianoni határon, mi azért mentünk oda, hogy a kárpátaljai magyar nemzettársainknak, valódi menekülteknek segítsünk. De azt tapasztaljuk az elmúlt napokban, hogy afrikaiak, dél-ázsiaiak és mindenféle nem magyar nemzetiségű emberek jönnek, meglehetősen különleges körülmények között,
És erre megint a magyar kormány nem úgy reagál, hogy megpróbálja még jobban kontrollálni, hogy kik jönnek át jelenleg a határon Magyarország területére, hanem azt jelentik be szinte minden nap, hogy éppen hogy a kontrollt akarják föloldani, hadd jöjjön akárki, hadd jöjjenek bűnözők, hadd jöjjenek afrikaiak, hadd jöjjenek akár migránsok, magukat ukrán menekülteknek kiadva. Mi erre is fel fogjuk hívni a figyelmet, amellett, hogy az első polgármester voltam Magyarországon, aki a beregsurányi polgármesternek felajánlotta az önkormányzatunk járműveit azért, hogy mentsük a kárpátaljai magyarokat, hogyha menteni kell. Ez a mi feladatunk, hiszen a Mi Hazánk mozgalom jelszava az alapításunk óta az, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ez lesz a célunk Kárpátaljával is, és az lesz a célunk, hogy a világ figyelmét felhívjuk az 1991-es népszavazásra. Igazságot Magyarországnak! Köszönöm!